egyensúlyozott helyzet jellemezte tavaly is a kistérségi területet. A Paksi Városi Balesetmegelőzési Bizottság ülésén nem csak az egyenruhások, hanem többek közt a pedagógusok, gépjárművezető oktatók, a régió településeinek delegáltjai, a műszaki osztály képviselője és a polgárőrök is elmondhatták észrevételeiket, tapasztalataikat az elmúlt időszakról. Herman Gábor a 2017-es baleseti mutatók értékelésével kezdte a tájékoztatót. Egy icipicit nőttek a baleseteink száma, viszont teljes átrendeződés mutatkozik, tehát kedvezőbben alakult a baleseti mutató. Ugyan halálos balesetekben hasonlóképpen állunk, vagy álltunk, mint az azt megelőző évben. Minden esetre összességében kedvezőbb lett a helyzet a rendkívüli időjárások ellenére, tehát a téli nagy hideg, illetve a nyári kánikulák ellenére is mondhatom ezt, illetve a tavaszi-őszi átállások idejére is mondhatom ezt. Az ittas vezetés tekintetében azonban némi emelkedés tapasztalható, ezért az idei év egyik fő feladata ennek szigorúbb kontrollálása lesz. A tavaszi időszakban megjelennek az egynyomon haladó járművekkel közlekedők, így a kerékpárosok, motorosok, segédmotorkerékpárosok is a közutakon. Az összejövetelen a fokozott körültekintés is téma volt. Együtt közlekedünk, a felület közös, a felelősség is közös, és hát mindenki szeretne hazaérni. Tehát én ezt gondolom, hogy ez is nagyon fontos. Tehát egy jó felkészített bringa, illetve a szabályok betartása. A következő VBB ülést a tervek szerint szeptemberben rendezik, amelyen az előző időszak értékelése mellett a tanévkezdés lesz a téma, valamint figyelemfelhívás az útviszonyok változására az ősztől tavaszig tartó időszakban.